Nagy izgalommal kezdődött a mai verseny, és a zsűri is hozzájárult, hogy a csapatok végül is inkább játszottak. Milyen benyomást szerzett el a zsűri elnök? Fantasztikusak a srácok, fiatalok, üdék, frissek, és igazából erre van szükségünk, hogy a mögöttünk lévő generációk tényleg ne csak a megtanult adatokat tudják átadni, hanem tényleg van kreatív környezetbe, valóságba illeszve tudják ezt nekünk prezentálni. Úgyhogy kiválóan éreztem magamat, és nagyon jók voltak a srácok. Akkor, amikor egy-egy feladatot értékelt a zsűri, azért lehetett megjegyzéseket fűzni. Mennyire tud ismeret terjeszteni ilyenkor is egy szakember? Hát hiszem azt, hogy próbáltunk nem csak biodíszlet lenni, hanem tényleg hozzátenni valami kreativitást. Itt a srácok izgultak, aggódtak, tele voltak mindenféle félelemmel. Ezt feloldani szerintem a legfontosabb volt, mint feladat számunkra, és azt a közeget létrehozni, ahol ők meg tudják mutatni azt a tudást, ami bennük van, és próbáltuk ehhez valamilyen közeget létrehozni, ami számukra inspiráló. Azt hiszem, lakossági területvezetőként elég zsúfolt nap volt a mai is, és azután jött még a játék. Milyen benyomásokat szedett? Sikerült felfrissülni a zsűrinek itt a fiatalok között? Két ennél kevésbé izgalmas programból jöttem ide, és rohantam, és kicsit feszült voltam az első 10 percbe. Hamar átragadt rám az a jó hangat, a jó kedv, ami bennük volt, és én a végén nagyon jól éreztem magamat, és azt hiszem az elmúlt pár napom legizgalmasabb párolaját töltöttem a srácokkal, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, részt vettem, és zsűri elnök, köszönöm szépen. Nagyon szoros volt a verseny, és azt hiszem az, hogy mennyi mindent tudnak Magyarországra határon túli iskolák, hogy ők is valahol ezekben a pénzügyi világban ismereteket szerezhetnek. Mit jelent ebből a szempontból a Budapest Bank részvétel, hogy miért érdemes egy ilyen játékot így szervezni? Hát a Budapest Bank több mint 30 éve ugye organikusan és nagyon kreatívan növekszik Magyarországon, és az, hogy ennyi fiatal van, aki nem Magyarországon élve pénzügyi mutatókat, statisztikai számokat, a magyar bankszektornak rüdítéseit ismerve tudták magukat megmutatni, egy hihetetlen inspiráló dolog volt számunkra, hogy tényleg érdemes a fiatalokba pénzt, energiát, időt költeni, mert csak erre van jövőben bármiféle igazán kreatív lehetőségünk, hogy megmutassuk magunkat és tudjuk őket támogatni.